Hosszú, kígyózó sorokban álltak az emberek szombat délelőtt is a Magyar Országház előtt, hogy egy pillantást vethessenek a Szent Koronára. A Szent István napi programok keretében pénteken és szombaton ingyenesen volt látogatható a parlament. Én csodálom ezt az értéket, ez felbecsülhetetlen, hogy ez maga az épület mennyit ért. Nagyon szép az épület, a koronát meg már láttam, úgyhogy nagyon jó volt. Budán a Várkert bazár előtt a Magyar Ízek utcája várja még a hétvégén is a látogatókat. A különleges sajtok, kenyerek, kézműves sörök, kenyérlángosok és birkapörköltek mellett a mi orrunkat mégis a jól ismert pieszkavica illata csapta meg. Igen népszerű volt ez a finomság a budapesti rendezvényen, az adai származású Mándics Róbert standja előtt volt a leghosszabb sor. Siófokon van egy éttermünk, egy panzióval, és járunk így rendezvényekre, fesztiválok Ausztria, Németországba is. Ezeket a pieszkavicákat népszerűsítjük. És miből készül? Milyen húsból készül? Talán borjúhúsból. És a leszkováci receptúra alapján készítjük. Tiszta borjúhús, és a leszkováci, de kolbászok is van a grillkolbászok. Van, hát az is szintén az otthoni vajdasági ízeket csempésztük ide bele, ugye ugyanazokkal a fűszerekkel. A mesterségek ünnepe keretében számos kézműves csodát láthattunk. A helyszínen készítették el az ügyeskező nők és férfiak a régi mesterségek termékeit. A hajdani vásárok hangulatát idéző eseményt a Budai Várban tartják. Fülöp Liza nagy karmantyúfán kilimtáskát készített kilimszövéssel. Ázsiában, Magyarországon mindenfelé használták, Dél-Amerikában is nagyon elterjedt volt. Csak ugye a minták különbözőek, illetve a színvilágok, és hát hogy mennyire nehéz, hát oda kell figyelni, meg számolni kell, jól tudni, meg a mintákat ismerni, ha hagyományosat készít az ember, de mint minden ez is tanulható. A mesterségek ünnepe és a Magyar Ízek utcája még vasárnap is várja az érdeklődőket. Azonban számos más program is a nagy érdemű rendelkezésére áll a Szent István napi ünnepség keretében a magyar fővárosban.